A szabadság rabjai. Börtönmissziós műsor a Hit Rádióban. Két hetente pénteken 18 órától, ismétlés hétfőn 14 órától. A szabadság rabjai. Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat. Önök a Szabadság rabjai című műsort hallgatják. A nevem Sárközi György, és ma is a szabadságról és a rabságról fogunk beszélgetni. Mai kedves vendégem Rigó Anna Mária, akivel hát épp a műsor előtt beszélgettünk, hogy aztán nyugodtan kitehetjük a 18-as karikát, ugye? Mert lesz szó drogról, alkoholról, nikotinról, lesz szó prostitúcióról, tehát devianciákról és szabadulásról, és szeretettel köszöntelek a stúdióban. Nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Én is köszönöm, és én is köszöntelek téged és a hallgatókat. Nagyon jó. Hát vágjunk bele nem is a közepébe, hanem az elejébe, hogy hát hogy is kezdődött akkor? Hát hol születtél, hol gyerekeskedtél? Hát gyerekeskedni a 8. kerületben, uh-huh. a Rákóczi tér környékén. Oda jártam általános iskolába, egy teljesen átlagos, normális családba. Senki nem volt alkoholista, drogos, bűnöző, tehát egy relatív szigorú családba. Tehát anyu és apu is eléggé próbáltak tartani. Tehát erkölcsös családban nőttél föl, szeretetben. Így van. Uh-huh. És hát azért mégiscsak a Rákóczi teret említetted, szóval a fiatalabb hallgatóink kedvére azt azért elmondanám, hogy a Rákóczi tér az inkább az erkölcstelenségéről volt híres, sőt, ha lehet ezt fogalmazni így, akkor annak egy szinonimája is volt a 80-as, 90-es években, talán akkor számolták fel. Hát a legtöbb prostitúciót. Annak a melegágya volt, ugye? Tehát ha valaki a átkos rendszerbe akart prostituálthoz menni, akkor oda mehetett. Így van. És ott mindig ment. Te csak ott ezt láttad? Láttam, igen. Hogy ott állnak igen, igen, tehát teljesen igazából hozzászoktam a látványhoz, hogy ebben nőttél tehát föl. Nappal is tulajdonképpen, igen. Uh-huh. Igen. És mi volt a véleményed erről akkor? Vagy a családod mit mondott erről? Mi folyik ott? Igazából tudtam. Tehát nem volt ez soha téma. Tehát ez valahogy szerintem mindenki tudta azon a környéken. Úgyhogy rengeteg volt hát ezek a szatírok, uh-huh. ugye most már szerintem ezt az interneten keresztül oldják meg, de akkoriban azért rengeteg volt ez a mutogatós szatír, uh-huh. 4-es, 6-oson, ezek a tapizós uh-huh. alakok, úgyhogy ilyen szempontból sajnos én is volt tapasztalatom? Volt benne tapasztalatom, szinte napi szinten. Tehát hogy zaklattak? Hát a 4-es, 6-oson rendszeresen tapiztak, úgyhogy igen, volt, hogy egy ilyen szatírféleség, vagy nem tudom, fölkergetett, mentem hazafele, este fele, már sőt, tehát nyár volt, úgyhogy 9 óra fele, nem is tudom, tehát már olyan sötétszerű volt, fölkergetett, elkapott hátulról, de annyira sikítoztam, hogy nem történt semmi. Tehát azért voltak, igen, ilyen gyerekkori kellemetlen. Más családtagokkal is történt ilyesmi? Nem tudok róla. Ja, hát anyukámmal, mikor velem terhes volt, akkor ő vele is volt egy ilyen, hogy fölkergette őt a harmadikra egy ilyen szatír. Úgyhogy valószínű, hogy ez öröklődött, vagy nem tudom. Vagy legalábbis azért van ennek egy igen. nyoma, hogy hát most, hogy az a környék, az tényleg ilyen, és ez erről szólt. Igen, sajnos, abban az időben. És mikor költöztél onnan, vagy meddig voltál ott? Átköltöztünk a 7. kerületbe, az valamennyivel jobb volt. Hát szerintem az általános ott kijártam, 14 évesen költözhettünk át a 7. kerületbe. Uh-huh. És édesapád mivel foglalkozott? Ő zenész volt. Tehát művész családban nőttél fel. Igen, félig roma vagyok, úgyhogy. Uh-huh. És a roma származásodnak gyerekkorodban érezted valamilyen hátrányát? Abszolút, igen. Igen? Tehát mindig csúfoltak. Tényleg? Igen. De hát ott sok roma volt. Mégis. Tehát mégis. Még a romák is csúfoltak. Azok meg azért csúfoltak, mert hogy anyukám már nem volt az, úgyhogy igen. Na hát értem. És akkor hogy haladt tovább az életed? Milyen iskolába mentél? Középiskolát vállaltál? Igen, egy szakiskolát végeztem, aztán közgazdaságiba jártam, de azt ott hagytam. Elég gátlásos gyerek voltam, és ez is ilyen, hát ilyen bagatell dolognak tűnik, de igazából a gátlások miatt ott hagytam, mert nem éreztem jól magam, tehát úgyhogy nem fejeztem be végül a közgazdaságit. És szüleiddel a kapcsolatod milyen volt?
Jó volt, abszolút jó kapcsolatom volt. Családban mi volt? Vallásos volt a szüleid, vagy volt, nem volt vallásos? Semmi, tehát abszolút nem. Viszont én, amióta az eszemet tudom, én tudom, hogy én hittem. Tehát nekem kérdés soha nem volt az, hogy van-e Isten, vagy nincs. Érdekes, és nem úgy nőttél fel, hogy valaki ezt elmondta? Nem. Tehát abszolút nem volt erről szó, hogy így visszaemlékszem. Hogy lett a férfiak, hogy jöttek az életedbe? Hát 18, én azért elég, mondtam, szigorúan voltam tartva, fogva, úgyhogy 18 évesen ismertem meg az ex-férjemet, és hát hozzá is mentem feleségül, akkor vesztettem el a szüzességemet. Tehát ő volt az első férfi akkor. Ő volt az első férfi, igen. Hát csak azért, mert ez manapság nem annyira elmondható. Nem, abszolút nem, igen. Hogy kezdjem, vagy hol? Tehát, hogy megismerkedtél az ex-férjeddel? Megismerkedtem, igen. Tehát ő akkor már drogozott, tehát ő egy drogos volt, mikor megismertem. Egyszer-kétszer én is kipróbáltam, sajnálatos módon azonnal vénásan, tehát én már mikor kipróbáltam. Az első próbálkozáson? Az első próbálkozásnál, igen. De ennek nem volt hosszú élete. Ez opiát volt, vagy valamilyen szintetikus? Ez speed volt, amfetamin. Szintetikus drog. Így van. De ez nem volt hosszú életű, mert elvett feleségül, tehát ő akkor nem engedte, tehát én nem csináltam, tehát ez egyszeri-kétszeri alkalom volt. És nem maradtál rajta? Nem maradtam abszolút rajta. Aztán ő megtért 96-ban a volt férjem, és én valahogy éreztem, hogy ez egy olyan lehetőség, hogy lehetőség nyílik arra, hogy egy jobb életünk legyen, egy jobb családi életünk. Annál is inkább, hogy a drogoktól akkor megszabadult, ő is így láttad, van, hogy... megszabadult azonnal a drogoktól, láttam, hogy valami pozitív változás történik, úgyhogy abszolút támogattam az egészben. Megtértem én is. A Híd gyülekezetébe tértetek meg? A Híd gyülekezetébe tértünk meg, igen. Hát a volt férjem szolgált is. 10 évig voltunk megtérve. 10 évig jártatok a gyülekezetbe. Így van. És... idézőjelbe tehetjük azt, hogy megtérve vagy valóságos érintést kaptál, és valóságosan minden bűnből megszabadultál, vagy csak egy erkölcsös életet éltél? Abszolút tiszta erkölcsös életet éltem, de viszont most már azt tudom mondani, hogy most már megismertem Jézust, hogy én akkor nem ismertem. Tehát én nem ismertem őt személyesen. Tehát azt mondod, hogy 10 évig úgy jártál a gyülekezetben, hogy egy nem volt kapcsolatod Jézus Krisztussal, személyes, egyéni, intim. Én azt hittem akkor, hogy van. Miben merül ki egyáltalán egy személyes kapcsolat Jézussal? Nem, hogy kimerül, hanem mitől az? Az imádkozás? Imádkoztam akkor is. Imádkoztam, sőt, betöltekeztünk. Tehát látszólag abszolút működött. De választ minden is kaptál tőle? Szólt nem, is hozzád? Nem. És valahogy, tehát én azért értem meg, hogy a férjemet támogassam. Tehát nekem a fő célom az volt, hogy ha ő rendben van, akkor minden rendben van. Tehát én nem érzékeltem magamon azt, hogy nekem olyan hú de nagy szükségem lett volna Istenre, mert nem velem volt a probléma, tehát nem én voltam drogos, nem én voltam... tehát én úgy rendbe tartottam, tehát azt hittem, hogy én rendben vagyok. De mégiscsak azért a megtérés az a bűnöktől való elfordulás jelenti, és odafordulni ahhoz a csodálatos személyhez, aki a megváltó, és hát aki megváltotta a bűnök következményétől, és így ragadhatja meg az ember. Tehát ezt akkor igazából, ezt a bűnbocsánatot nem érted át soha? Szerintem, ha most nem tértem volna, tehát hogyha nem lett volna utána, ha most nem térek meg újból. Tehát ez olyan dolog, hogyha valakit én ismerek, azt, hogyha 10 év múlva látom, akkor is megismerem, hogy én már téged láttalak, vagy ismertelek. Nekem ez nem volt. Tehát nekem az a felismerésem volt, hogy én nem ismertem Isten. Viszont visszatérnék később még erre a téma, ehhez az időszakhoz úgy, hogy közben haladjunk az életed, a sorsodnak hogy hogyan fejlődött a továbbiakba, vagy mondhatni, hogy inkább csúszott. Igen. 10 éves gyülekezetbe járást fogalmazunk innentől kezdve így, amiben ugye a férjed szolgált, te támogattad, született egy gyermeketek, ugye? Született egy gyermekünk, igen, egy fiú. Hát az az igazság, hogy a volt férje megcsúszott, tehát elcsúszott, olyan, tehát nagyon mély háttérből jövő emberek felé szolgált, és valahogy ez így, nem tudom, tehát így
belekeveredett ő ezekbe a dolgokba. Titokba tartotta, kb. Egy évig én nem is tudtam róla. Mik voltak ezek? Mi bekeveredett? Ő mindig azt mondta, hogy ő szolgál, evangélizálni van, volt, hogy éjszakára nem jött haza, akkor virasztásom volt, aztán. Meg ilyesmi dolog. Aztán kibukott a dolog, ő akkor már összeismerkedett egy másik nővel, tehát abszolút elhagyott, úgymond. És én sem maradtam meg. Hát ott maradtam egyedül, ugye, akkor volt 6 éves a fiam, egy gyerekkel, tehát úgy, hogy akkor még én soha nem dolgoztam, tehát pénzt soha nem kerestem, és ott álltam rengeteg adóssággal, tehát több milliós tartozás csinált a volt férjem. És arra térjünk meg egy pillanatra, hogy mindez a gyülekezetem belül történt, hogy kértél segítséget, vagy azt lát, ő elhagyta a gyülekezetet rövidesen, vagy még egy darabig ezt a képmutató életet láttad, hogy elhagyta. Csinálja? Tehát ő akkor már nem járt a gyülekezetbe, csak én nem tudtam. Ja, értem, csak neked volt az a alibi, hogy még igen. szolgál. Vagy értem. Talán még le is jártunk egyszer-kétszer. De az már ugye akkor... Hát, kértetek segítséget? Kaptam volna segítséget, igen. Tehát a Leventékkel beszélgettem, kaptam volna segítséget, én nem igényeltem. Tehát én is, mivel elvesztettem... Dacos lettél? Hát ott már kibukott, ugye, hogy a férjem miatt voltam én is keresztény, úgymond, mert tulajdonképpen nem tartott semmi már a gyülekezetben engem sem. Tehát ezt egy ilyen... Értem. Utána ugye talpra kellett állnom, valahogy pénzt kellett csinálnom, akkoriban mi ruhákkal foglalkoztunk, elkezdtem kijárni Németországba a ruhákért, és elég jól is árultam. Tehát külön is költöztetek? Igen, igen. Ő elment. A gyereket te neveltem. Én kiadtam a házat albérletbe, én elmentem én is egy albérletbe, és akkor elkezdtem a ruhákkal foglalkozni. Na most, mivel nagyon gátlásos voltam, és férfi ruhákkal foglalkoztunk, ugye férfiakkal kellett legfőképp találkoznom, annyira gátlásos voltam, és annyira nehezen ment, hogy elkezdtem én is drogozni. Először csak pohárba tettem el, és abból ittam a folyadékba. Azért, hogy tudjál oldottabban igen, üzletelni? Igen, igazából ez volt a cél, igen. Csak... hát abszolút nem volt tapasztalatom, tehát abszolút naivan álltam az egészhez, annyira elvitt ez az egész, hogy a hétvégékből már, tehát kitolódott ugye hétfőked, elkezdődött hamarabb a hétvégé. Ezek milyen drogok voltak? Ez amfetamin volt abszolút, amfetamin. A speed, igen. És ez pörgetett? Ez pörgetett. És oldotta a gátlást, a szégyenérzetedet. Így van. A lényeg az, hogy utána nyilván ez a drogos... A drogozás hoz egy kört is magával, megismerkedtem ugye dílerekkel, drogosokkal, egyre nehezebbet, tehát abszolút nem tudtam már a fiammal, tehát nem tudtam iskolába vinni, nem tudtam felkelni időbe, tehát jöttek a problémák, ugye, jött az a probléma is, hogy nem tudtam kifizetni az albérletet, és akkor volt egy olyan, hogy egy hétvégére átvittem az anyósomhoz, most a hétvégéből több év lett, most így nem tudom hirtelen, hogy hány év, de egy ilyen, hát egy 7-8 biztos a hétvégéből. Abszolút elvesztettem az időérzékemet, tehát nem volt nappal, éjszaka, nem voltak napok, egyszerűen minden egybe folyt. Tehát ilyen napi 10-15 grammot én szerintem betoltam, akkor már vénásan. Úgyhogy teljesen elcsúsztam, tehát elvesztettem ilyen szempontból a gyerekemet, nem is érdekelt. Tehát a legszörnyűbb az egészben, ami borzasztó, hogy az ember személyisége olyan szinten átalakul, hogy abszolút érzéketlenné váltam, tehát semmi nem érdekelt. Ekkoriban kértél segítséget valakitől? Nem, mert én nagyon sokáig tagadtam, hogy nem vagyok drogos. Tehát én fel se ismertem, hogy én az lettem volna. Már az összes úgymond normális barátom elhagyott, mert hogy nem tudtak velem abszolút mit kezdeni. Tehát egy full drogossal már persze. Nem tudsz beszélgetni, tehát nem tudsz fel semmit kezdeni. És akkor, tehát akkor már, mikor már felismertem, hogy tényleg baj van, akkor meg már nem érdekelt. Szóval annyira magával rántott ez az egész dolog. Tehát én abszolút nem aludtam, nem is jutott eszembe az alvás. Hát a maximum, amire emlékszem, az 9 nap volt, hogy nem aludtam, de akkor már a problémák voltak, hogy vezetés közben beájultam, tehát arra nyitottam ki a szemem, hogy
pont elrántom a kormányt, tehát sokszor voltam ilyen életveszélyes helyzetben. Közben ugye kiraboltak egy csomószor. Ja, a ruhak álladás közben. Tehát ugye bealudtam a kocsiba, abszolút volt, hogy napokig nem keltem föl. Tehát mivel annyira kimerült a szervezet, hogy ugye kiraboltak, teljesen lecsövesedtem, és... Hol, ilyenkor hol, ilyen bandákhoz, vagy dílerekhez csak ott? Hát én a Hős utcába tanyáztam nagyon sokat. Az egy nagyon híres drogtanya. Hát igen, az. A Biharin is laktam, hát ez egy hasonló, de valamivel jobb volt azért. Igen, tehát így, mivel nem aludtam, tehát igazából nem volt igényem semmire. Tehát... Kik voltak a partnereid ilyenkor? Ilyen hát a csapatok? Drogosok. Abszolút a drogosok, újítósok, drogosok. És te is elkezdtél velük lopni? Igen, miután ugye folyamatosan megloptak, tehát elfogyott az árukészletem, tehát annyi pénzem soha nem volt, hogy árukészletet vegyek, tehát igazából igen, elkezdtem járni újítósokkal. Újítós azt jelenti, hogy... Hát lopni. Lopni, tehát lopni. Valamit. Én nekem ez soha nem volt tehetségem, én terelni mentem, tehát én eltereltem a figyelmet őróluk. Ez áruházakról beszélünk? Áruházakról, igen. Tehát bandába verődtetek, és akkor bűnöző életmód. Hát ketten-hárman. 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 Te hogy te beszéltél a eladóval, vagy elterelted a figyelmét? Igen, igen. És addig a többiek meg elhozták az árut. Így van, így van. És akkor azt eladtátok, gondolom? Igen. És akkor, hogyha pénztárcát loptak, akkor a pénzt szórtuk szét. Úgyhogy... Abból utána drogot vettetek, gondolom, abszolút. És egy ilyen, igen. Ez egy bűnöző életforma, ami abszolút, igen. Egy nagy... Tehát innen lejjebb már nagyon nincs, tehát, de mondjuk... Milyen fék volt itt? Milyen fék volt? Bármi fék volt? Bármi. Nem. A gyerekedet nem tudtad, nem. Hol van, gyülekezetet elfejtetted. Tudtam, hogy hol van a gyereket, ja. Tudtam, hogy biztonságban ja. Van, tudtam, hogy de igazából nem érdekelt. Így értettem azt, hogy nem tudtad, hogy nem foglalkoztatott. Nem. Tehát abszolút semmivel nem foglalkoztam. Tehát volt olyan, hány éves vagy ekkoriban, bocsánat? A fiam? Te hány ja, éves hogy én hány akkor? Éves voltam? Olyan 30... 32 körül. Hát hiszen itt akkor már házasságban éltél 10 évet, ugye a ex-férjeddel, és úgy köpve. Így van, igen. Hogy alakult a továbbiakban? Azt mondtad, hogy még volt lejjebb csúszás. Igen, hova volt. Lehet innen kérdezi hát, a lehet. Ember? Lehet. Megismerkedtem a volt élettársammal, és annak a barátja elkezdett fűzni, hogy menjek ki prostituáltnak. Tehát már igazából nem volt lejjebb, tehát nem volt hol laknom, nem volt pénzem, nem volt ismerős, nem voltak barátaim, vagy család, ahova lehetett volna menni, akik segítettek volna. És elkezdett fűzni, hogy menjek ki Svájcba, az ő barátnője is megy, és kimentem Svájcba. Tehát ott rögtön ketté választottak minket, tehát abszolút egyedül maradtam, nyelvtudás minden nélkül, borzalmas volt. Tehát... Kitől választottak kettő a barátnőtől? Igen. Uh-huh. Igen, tehát abszolút egyedül maradtam abban a környezetben. Az a környezet, az hogy képzeljük el? Az ez egy ház volt, ez egy ház, ilyen családi házszerűség volt, egy kisebb bárral, és oda jöttek a férfiak, ugye választottak a lányok közül. Itt is drogoztál természetesen. Akkor nem, mivel egy új környezet volt, tehát nem jutottam hozzá. Értem. Tehát egy darabig nem jutottál hozzá, de aztán csak hamar. Hát az első alkalommal 5 napot bírtam ki Svájcba. Tehát ahogy megszereztem azt a pénzt, hogy vissza tudtam jönni, azonnal jöttem vissza, és folytattam ott, ahol abba hagytam a drognál. Tehát abszolút ugyanúgy elkezdtem drogozni. És hogy érezted, hogy ez a te hát, szakmád, amit ott 5 napig... Borzalmas volt. Tehát én mindig nevettem a filmekbe, szokott lenni olyan jelenet, igen, amikor megerőszakolnak egy nőt, és akkor sikálja magát. Uh-huh. És mindig nevettem rajta, hogy ez azért túlzás. Hát nem volt túlzás, tehát tényleg az történt. Tehát annyira mocskosnak, annyira... Nem lehet szavakba mondani, hogy milyen mocskosnak érzi ilyenkor az ember magát. Nem tudtad volna szabadon elhagyni azt az első alkalom után, hogy ez tévedés, ez nem vagyok? Nem tudtam volna, mert nem volt pénzem. Tehát valahogy valamiből meg kellett csinálni azt a pénzt, hogy haza tudjak jönni. Az volt a cél, hogy... Először az, hogy hazajöjjek, és akkor soha többet ugye vissza nem menjek, de ugye utána visszajöttem, és szembesültem azzal a helyzettel, hogy itthon sem tudok más csinálni pénz nélkül, tehát nincs más. Nincs más, úgyhogy megint csak egy pár nap múlva ugye tudjuk mindketten, hogy lett volna más, csak abban a te gondolkodásodok úgy volt, hogy nincs más. Így van. Én akkor kilátástalan, tehát nem láttam más esélyt. És akkor visszamentél? Visszamentem.
Hát ugye tehát hozzá lehet mindent, tehát az ember tényleg hozzá tud mindenhez úgymond szokni, hogyha muszáj. Tehát, volt itt valami erőszak, vagy valamilyen, tehát túl azon, hogy te úgy érezted akkor, hogy te erre szorulsz rá, ez a lehetőség van csak, de bármilyen emberek valamilyen erőszakot alkalmaztak rá, akár verbálisan, akár pszichésen, nem? Nem. Tehát akkor te így gondoltad, hogy ott lehet. Úgy éreztem, hogy a helyzet nem, tehát nem volt más lehetőségem, azt éreztem, úgy gondoltam. Hát igazából aztán egyre, tehát ugye jobban kiismertem magam, lassan megtanultam a nyelvet, hát elég gyorsan megtanultam a nyelvet, azért egy hónap múlva már tudtam kommunikálni, és akkor ugye valahogy szerintem bevonzottam ott is, nem tudom, a drogokat, tehát volt, hogy ingyen kaptam, tehát, és olyan minőséget, hogy tényleg tehát a világomat nem tudtam, tehát újból ott meg a kokain, a fű, és akkor már jöttek a gyógyszerek is, és az alkohol, tehát ezt mind egyszerre, és mindet nagy mennyiségben. És napi rendszerességgel? Abszolút, igen. Hogy tudtad kipihenni magad például? Hát ugye a kokaintól lehet aludni, az alkoholtól is. Hát lefeküdtem. Uh-huh. De mivel éjszaka éltem, ugye reggel napal. 4-ig voltak nyitva általában ezek a bárok. Meddig voltál itt? Hát én egy olyan 6-7 évig csináltam ezt. 6-7 évig. Néha jöttél haza? Hát a vége fele már úgy volt, hogy egy hónapot voltam kb. Kint, és addig voltam itthon, amíg tartott az a pénz, de hát milliókról beszélünk, és nem tartott sokáig. Tehát ilyen három heteket, max. Egy hónapot voltam itthon. Tehát akkor sok pénzt kerestél. És semmit nem tudtam belőle kezdeni, tehát úgy, ahogy jött, ment el, tehát semmi nem volt igazság szerint. Itt voltak körülötted férfiak ebben az időben? Igen, mint mondtam, tehát akkor úgy kerültem ki Svájcban, hogy összejöttem az akkori díleremmel, és az ő barátja fűzött meg. Most ez a kapcsolat, ez egy abszolút, tehát egy abszolút hedonista, tehát semmi másról nem szól, csak az élvhajhászatról, ő is, és én is. A drogokról, a szex, tehát abszolút semmi nem érdekelte őt se, engem sem. Egy ilyen ő támogatott téged ebbe a hát abszolút támogatott, igen. Mm. Meg ő egy agresszív, tehát azt azért hozzá kell tennem, hogy azért néha eljárt a keze, nem is kicsit, tehát azért bordatörések, orrtörések, ujjam, az arcom, hát az orrom az már, tehát az normál volt, hogy az törik mindig, meg a bordám. Úgyhogy azért igen. Tehát mikor felnőtti gyerekkorodban láttad a striciket is, nem csak a prostituáltakat a Rákóczi téren, mert az ugye az együtt, az az élet azóta erről szólt, hogy még ha más formában is, de valami módon te is egy ilyesmibe keveredtél, akkor ha jól értem, hogy volt egy férfi, igen, akit végül is kitartottál, aki, tehát kerested a pénzt, együtt költöttétek el, még ha szerelmes voltál, azt hitted? Igen. Mm. De igen. Közben ezek a kapcsolatok teli különböző függésekkel, igaz? Egymás. Abszolút. Én szerintem ő is egy, tehát én ezt őt is egy drognak vettem valahogy, nem tudom, tehát annyira csak az élvezetekről szólt ez az egész kapcsolat, tehát jól éreztük egymással magunkat. És ugye volt mindig hova menekülnöm, mert kimenekültem Svájcba. Tehát... Előle? Nem, ez volt, hogy előle is. Hát meg ez volt a pénzkeresed, akkor értem. Igen, tehát valahogy úgy tudtam elviselni ezt az egészet, hogy folyton hajsz, tehát folyton ilyen üzött voltam, na, ez a legjobb kifejezés. Mm. Tehát én mindig mentem, soha nem voltam nyugodt, mindig hajtott valami, mindig több kellett mindenből, mindig az volt a lényeg, hogy elbóduljak, hogy a világomat nem tudtam. Tehát nem is volt igényem, hogy felfogja, mert túl fájdalmas lett volna szerintem szembenézni. És ebben az időben már amitől az első 5 napban rosszul voltál, és próbáltad magadról levakarni, ebbe az időben már ebbe belekeményedtél? Tehát, hogy már elfogadtad? Abszolút, igen. Most ez nem félve merem megkérdezni csak, de tulajdonképpen, tehát ez jónak találtad? Ezt az életet, élvezted ezt az életvitelt? Volt idő, igen. Igen. Akkor te szexuális függő, tehát szexuális függő teljes voltál? Teljes mértékben az voltam, igen. Értem. Igen.
itt ilyenkor keresték ki utat még ebben a szakaszában az életednek? Ebből? Holott azért volt előtted egy minta. Volt egy pár... mintát arra igen. Mondom, hogy a szüleid soha nem ezt láttad otthon. Mivel nem volt velük kapcsolatom, tehát a gyerekkorodra gondolok, hogy gyerekkorodban nem ezt láttad otthon, a gyülekezetben, a férjed. Nem volt már lelkiismeretem, okay. Tehát abszolút nem, sőt, tehát én ezt már vállaltam. Tehát bárkivel kapcsolatba kerültem, nyilván olyan emberekkel már nem is kerültem kapcsolatba, akik egy kicsit, tehát hasonlót vonzott, úgyhogy az egész környezetem ilyen volt, de abszolút vállaltam azt, hogy én mit csinálok, nem szégyeltem, nem, tehát akkor a szám lett tulajdonképpen, hogy nem is mertek számon kérni, tehát úgy olyan felállásom volt. Értem. Az egészhez, tehát abszolút megkeményedtem, nem érdekelt semmi, nem éreztem, hát olyan, hogy bűntudat vagy lelkiismeretfurdalás, abszolút. Tehát nem is ismertem már azt az érzést. Semmi nem érdekelt, és senki. Tehát nem tudtam tulajdonképpen, nem tudtam meghatódni, nem voltak érzéseim. Ez az élvezet, hogy én jól érezzem magam, erről szólt az egész. Gondolom, úgy is öltözködtél akkor, hogy... Érdekes módon nem. Tehát én mindig... Csak üzletbe. Csak üzletbe, igen. Uh-huh. Igen. Igen. Tehát külsőképpen rajtam nem mutatkozott, nem voltam uh-huh. soha az a csajos típus, úgymond. Uh-huh. Úgyhogy... Hogyan történt a továbbiakban? Tehát a volt élettársam, ő egy... Hát többször volt börtönben, és akkor is pucolós volt. Tehát volt egy ítélet rajta, és kitalálta, hogy menjünk ki Angliába. Így az ítélet elől kimentünk Angliába. Hát ott megint csak egy pokoli, tehát az tényleg egy pokoli történet volt nekem. Hát ott is ugye mi másból éltünk volna, mint belőlem. De ott valami borzalmas módon mentek ezek a prostitúció, tehát ott állatias, tehát tényleg gépezetszerűen, tehát ott tehát a pénz is, a fizetség is borzasztó, bagatelösszeg volt, maga a szisztéma, tehát ezek házakba, családi házakba történtek egymás után, mint a gépezet, tehát akkor tényleg azt mondtam, hogy ezt még én sem bírom, pedig akkor már azért edzett voltam ilyen téren. És én visszamentem Svájcba, és Svájcból kerestem Angliára, tehát hozzá azért azt tudjuk, hogy az angol font akkor sokkal igen. több, tehát sokkal több most is. Igen. És akkor ki is vittem még magammal oda egy lányt, akit Angliából szedett össze az ex, uh-huh. exem, kivittem magammal, hogy ő is keressen ránk. Hát ő egy nevelőintézet is lány volt, egy abszolút kiszolgáltatott helyzetből, hát most már másképp látom a helyzetet, de hát igazából szétgyötörtem őt, tehát őt is terrorizáltam. Amit én kaptam, azt adtam ugye viszont. Igen. Igazából sriciskedtem fölötte, tehát... és akkor még a fiamat is kivitettük plusz Angliába, tehát én... Hát tönkretettem tulajdonképpen a fiam életét. Tehát ezt így szerintem ki lehet. Tehát nem az egészet, hála Istennek, mert most már ugye Isten kezében vagyunk, az én életem is. De azért hozzá sajnos anyalétemre, tehát nagyon sok kárt okoztam. Tehát a legnagyobb szenvedője az egész történetnek az a fiam volt. Az, hogy amit Angliában végig kellett néznie, azt egy gyerek ő végignézte nem azt, hogy Rommávernek, azt is végignézte, nem egyszer. Végignézte azt, ugye nem engedtem őt haza, mert a segélyeket föl akartuk venni. Persze, arra is szükség volt. És szó szerint nem engedtem őt haza, pedig ő már haza szeretett volna menni. Egy évet ott volt, ott járta ki az egy évet az iskolából. Én sem tudtam megszökni, tehát én már megszöktem volna rég, mert napokat töltöttem parkokba, hogy nem mertem hazamenni, de a fiam, mivel ott volt, ezért nem tudtam megszökni sem. Úgyhogy ez egy borzalmas helyzet volt az egész. És ott teherbe estem. Nem akartam abszolút gyereket, tehát nekem meg se fordult a fejembe, hogy én, tehát én tudtam, hogy az ex élettársattól esti teherbe? Így van, így van. Úgy, hogy közben drogoztatok, tehát intravénás drogfogyasztó vagy. Akkor én már nem intravénás, tehát akkor már nem drogoztam úgy. De drogoztál. Drogoztam, igen, hát vele együtt, igen. Tehát ő füves volt, tehát a fű az alap, az alap volt, hogy füvesztünk, meg azért hébe-hóba azért
crack, kokain, tehát azért becsúsztak dolgok. Mm. És így lettél akkor állapotos? Így lettem terhes, igen. És mi volt itt a döntés, hogy mi legyen? Hát ő mindenképpen meg akarta tartani, ő nagyon régóta szeretett volna tőlem egy kislányt. Tehát terveztétek azt, hogy ez az élet valaha konszolidálódni fog? Nem. Benne volt ebbe esetleg nem, valahol neki, elrejtve? Neki ez volt a normális, és szerintem már nekem sem. Uh-huh. Tehát, vagy már nekem is. Tehát meg se fordult a fejembe, hogy hogy tudnék ebből. Tehát már ez volt a normális, vagy a természetes, vagy én már nem is tudom. Nem jutott soha eszedbe az, hogy azért éltél egy olyan családba az első pároddal, aki az férjed volt, uh-huh. és akitől gyereketek született, akivel gyülekezetbe jártatok, hogy az egy nem csak hogy konszolidált élet, hanem az egy példás, és az egy jó élet volt. Ugye azt mondtad is még beszélgetésünk igen. elején. Ez soha nem fordult meg a fejedbe, hogy az is egy választható út, vagy ez, ahogy a férjedben ez a csalódás, amit okozott neked, ez... Nem, én ezt mindvégig tudtam, hogy Istennél van a megoldás. Tehát ez volt, hogy a puffba a lányoknak beszéltem arról. A puffon a bordélyházat értjük. Így van, igen, igen. Tehát én beszéltem akkor is, hogy Jézus a megoldás mindenre, és hogy van kiút, és hogy... De valahogy magamat nem tudom. Nem is tudom meg... Talán tudtam, hogy az akkori párom nem lenne rá alkalmas, vagy én nem is tudom. Nem tudom, mi volt rá. Nem tudom. Hát ki alkalmas erre? Nem fordult meg a fejembe valahogy, vagy nem tudom, úgy gondoltam, hogy nem tudom. Te csak azt akartam kérdezni, hogy az élet, amit tapasztaltam, még ha felszínesen is, de 10 éven keresztül éltél és jártál egy olyan csoportba, olyan gyülekezetbe, olyan emberi kerek közé, ahol jót láttál, jót tapasztaltál, és te magad is erkölcsös módon éltél, ahogy említetted, hogy ehhez képest az iszonyú csalódás, a megcsalás miatt hozott téged egy ennyire, de most nem azt akarom, hogy megfejtsük, csak mégis érdekelne, hogy hogy gondoltad akkoriban, hogy már mint az angliai helyzetből, hogy most hova fogsz szülni egy gyereket drogosan? Mert azért te már éltél egy olyan szinten, ami egy konszolidált volt. Tehát én már úgy éltem, hogy ahogy esik, úgy puffan. Értem. Tehát nem érdekeltek a következmények, nem gondoltam. Teljesen túl. Eltorzultál, teljesen elferdültél. Teljesen. És az én, akiről te beszélsz, az megszűnt, tehát az már nem volt. Nem is emlékeztél rá. Teljesen lebutultam, tehát abszolút teljesen lebutultam, amikor megtértem, nem tudtam beszélni konkrétan. És csak arra utalok, hogy amikor Jézusról beszélsz egy bordélyházba a prostituáltoknak, akkor nyilván azt az életet, amit te 10 éven keresztül tapasztaltál, azt ajánlod ilyen értelemben. Itt nyilván most volt. Csak földi szinten gondolkodok, még akkor volt, az örök életről nem is szóltam, vagy a Istennek a királyságáról, de hát szóval... Mi volt? Megfordult a fejedbe, hogy a gyereket elvetesd? Mert hogy azért mégiscsak egy hölgy, aki Én konkrétan az orvostól jöttem ki, tehát már lebeszéltem az abortuszt Svájcba. A pillanatok alatt meg volt a pénz is rá. El akartam vetetni. Én szerintem a félelemből tartottam meg, én megmondom őszintén. Mitől féltél? A párom, tehát a volt páromtól. Tehát én azt gondoltam, hogy akkor megszűnnek ezek a egyre gyakoribb verések, akkor majd a terhesség ideje alatt. Tehát én nem gondoltam túl az egész történetet, én mindig túl akartam élni az aznapot, vagy a holnapot. Tehát eddig jutott az észjárásom is. Tehát, hogy... Megszülted a kisbabát? Megszültem, igen. Tehát ott lettem ugye terhes, de mire megszültem, azt hiszem 5 hónapos volt, amikor hazajöttünk Magyarországra. Megszültem, igen, koraszülött lett, tehát olyan körülmények között voltunk, ugye semmibe jöttünk haza, a volt páromnak az anyja befogadott, de hát abban se volt köszönet, tehát alig ettünk, meg... nem volt fürdőszoba, tehát én most ilyen kannával fürödtünk, meg mit tudom én, tehát azért voltak körülmények tényleg, amik nem igazán voltak optimálisak egy terhesség alatt, meg egyáltalán. Terhesség alatt fogyasztottál bármilyen drogot? Nem. Cigaretta? Még az sem, tehát még azt is igazából egy szálat, ha elszívtam. Úgyhogy igazság szerint nem.
Tehát akkor 9 hónapos állapotos időd alatt. Hát a 7 és 30, előbb szültem. Ja, előbb szültem. Aha, értem, jó. Magyarországon született meg a kisbaba, és akkor hogy alakult a sorsotok? Tehát akkor egy rendes családként éltetek onnantól? Hát épp, hogy megszültem, szerintem 4 hetes volt talán a kislány, amikor hát a párom felajánlotta, volt párom ugye, hogy két választási lehetőség van, vagy ő fog egy nőt, és abból élünk, uh-huh. vagy díler lesz. Most a kérdésben alapból szerintem benne volt a válasz, hogy egyiket se akarja, meg én sem. Tehát tudta, hogy én azért azt nem bírnám elviselni, hogyha ő más nőkkel hajtat. Igen. Úgyhogy jó, akkor én kimegyek. Tehát 4 héttel a szülés után. Egy császármetszés után ráadásul, tehát azért friss vágás volt rajtam. De ott valami megváltozott. Tehát én így visszagondolva éreztem, hogy valami már nem ugyanaz. Tehát megszűnt valami, lejött rólam valami, ez az igéző erő, valahogy az erőm, ez a démonikus erő, ez az egész, ami hajtott meg, tehát valami elkezdődött bennem. Akkor ráfogtam arra, hogy biztos a hormonok, meg minden, de most már tudom, hogy nem, tehát ott valami elindult. Tehát nem élvezted már egyáltalán azt nem, az életet? Nem. Tehát ott valami átfordult bennem, és a környezetem sem úgy működött, ahogy addig. A nyögvenyelős lett minden. Akkor még hazamentem, utána ki tudtunk venni egy albérletet, tehát ez volt a cél, ugye, hogy lakásba tudjunk menni, külön tudjunk menni, és akkor megint kijöttem, mert elfogyott ugye a pénz, megint kimentem, és akkor én már nem akartam hazamenni. Tehát akkor én olyan szinten elkezdtem kint gyógyszerezni, hogy megint csak, tehát ilyen 15-20-asával vettem be a Xanaxot, Frontint, és akkor ráittam pluszba, és akkor nem akartam már hazamenni. Hazamentem, de külön egy hotelba elmentem, és nem akartam a páromhoz visszamenni. Mert én rabnak éreztem magamat. Tehát én akkor a kapcsolatban is, vagy egyáltalán a drogoktól? Tehát, hogy ugye megszületett a kislány, és ez miatt én úgy éreztem, hogy mivel a volt párom nem volt ez a tipikus jó ember, aki családapa és biztonság, stb., ezért bezárva, tehát egy ilyen rabnak éreztem magam, és én ezt abszolút nem akartam. Tehát és az volt a szabadulás, egyrészt nem mentél haza, másrészt külföldön próbáltál. Nem mentem haza. Megszokott technikával élni. És ezt mondtam is a volt páromnak, és ő előadott egy olyan sztorit, hogy otthon hagyta egyedül a gyereket, tehát becsapott tulajdonképpen, odacsalt a házhoz. Na most beszaladtam a csapdába, hazamentem, azonnal, ahogy beértem, bezárt a fürdőszobába, és rommá verte az arcomat, de olyan szinten rommá, hogy hát összecsináltam magam tényleg, tehát a fal tiszta, vér lett, tehát ott tényleg egy hentes munka folyt. Tehát rommá verte az arcomat, másfél hónapig nem tudtam kimenni konkrétan az utcára, tehát nem felismerhetetlenségig verte az arcomat. Na, akkor belém jött egy olyan erős félelem, amit addig soha nem éreztem, tehát egy rettegés. Nem jelentettem föl, tehát nem mentem. Tőle féltél innentől kezdve? Tőle. Tőle, meg attól, hogy nincs már kiutam, tehát hogy ott van a gyerek, tehát úgy éreztem, hogy ott egy börtönbe kerültem, egy csapdába. És hát rendőrségre nem mentem, mert tehát most beviszik 72 órára, kiengedik, de nagy dolog, utána megint úgyból folytatja, tehát igazából nem lett volna megoldás. És öngyilkosságra gondoltál ebbe az időben? Öngyilkosságra? Uh-huh. Nem. Soha nem fordult. Tehát soha nem voltam egy depressziós típus. Hanem akkor megint kimentem, ugye ahogy elmúlt az arcomról ez a kb. 2 hónapba telt, megint kimentem Svájcba, és akkor igen, ott történt az, hogy találkoztam egy jogász emberrel, és valami csoda folytán, nem tudom, tehát azt mondta, hogy én nem vagyok ebbe az egész helyzetbe beleillő, hogy látja, hogy én hogy más vagyok, hogy abszolút kilógok ebből az egész életformából. Elmesélted neki az életedet?
Elmeséltem, igen. Igen. És ő már akkor is egy ilyen Kincsvájcban ilyen szociális ügyekkel foglalkozott, és ő fölajánlotta, hogy ő segít nekem, hogy kivesz ebből a munkából, és új, tehát egy munkát intéz nekem ott Svájcba. Nem hittem neki, tehát én senkiben nem bíztam soha, csak magamba. Tehát úgy voltam vele, hogy jó, hát legyen. Először csak az volt ugye az első motivációm, hogy lehúzzam őt pénzzel, és fogadtam a segítségét, és valahogy sodortattam magam az árral. Tehát ő valóban hívott, és tényleg intézett munkát. Borzasztó nehéz, nem tudom, hogy most már hogy van Svájcban, mivel rengeteg migráns van ott is, meg mit tudom én, de akkoriban nagyon nehéz volt munkáltatóit szerezni. És ő elintézte nekem, hogy legyen papírom hivatalosan, kivette, tehát tényleg elintézte, elmentem egy étterembe felszolgálónak, egy olasz étterembe, kibérelt nekem egy lakást, egy kis szobakonyhát, tehát abszolút helyreáll, tényleg, tehát ott elkezdtem egy normális életet. Közben ugye az itthoni exem a kislányjal itthon volt, ő meg otthonról nem engedett haza, tehát azt mondta, hogy oda a lábamat ne tegyem be, közben viszont hetente hát több százezret küldetett haza, hogy erre kell, arra kell, a gyereknek, tehát abszolút a gyerekkel borzasztó terrort tett rám, tehát országok választottak el, és mégis tehát rettegtem, tehát tényleg nem mertem hazamenni, küldtem, mint a robot, küldtem haza a pénzt. Amit ekkor már felszolgálásból kerestél? És volt félretéve nekem pénzem. Aha. Tehát igen, amikor már felszolgálóként dolgoztam, akkor ez az embernek ezt is elmondtam, és ő mondta nekem, hogy jó, legyen egy limit, hetente 200 frankot küldjek haza, és kész. És akkor én hallgattam rá. Ő nem az élettársad lett a Svájcban? Nem, abszolút. Okay. Tehát abszolút, ővel nem intim. Okay. Nem hittem én sem el, tehát mondom, ilyen nincsen. Persze. De volt. Uh-huh. És hazajöttem 2015-be, hát persze, hogy kibékültem ugye az exemmel, de akkor már valami, mondom, annyira változott bennem, hogy a cipőmben mindig elrejtettem pénzt, hogyha menekülnöm vagy futnom kell, akkor ne az utcán legyek minden nélkül. És erre párszor tényleg sor is került, de mindig visszamentem, mert ugye a kislány ott volt. Csak a kislány miatt? Vagy reménykedtél abba? Nem reménykedtem, hanem talán féltem, soha az életemben nem voltam egyedül, tehát azt hozzáteszem. Tehát ahogy én anyámtól, apámtól eljöttem, soha, tehát mindig volt mellettem barát, vagy akár, tehát soha nem voltam egyedül. Lehet, hogy attól is, hogy egyedül maradok, nem tudom. Tehát kibékültem vele, de már az se volt az igazi, szóval többször elszöktem, aztán megint visszamentem, és volt egy végleges, de folyamatosan rettegtem. Tehát olyan félelemben éltem, hogy elkezdtem szólni ilyen mondatokban Isten felé, hogy Istenem, csak ezt éljem túl, csak ezt a napot, és valahogy tényleg túléltem, tehát valahogy tényleg... És akkor már elkezdtem azon, tehát mondtam Istennek, hogy Istenem, szabadíts ki innen. Tehát én ezt egyszerűen megszűntem létezni, tehát én már nem léteztem. Tehát a személyiségem olyan szinten nem létezett, mindent azért tettem, hogy túléljem azt a napot. Tehát borzasztó érzés volt, egy borzalom volt. És akkor könyörögni kezdtem, hogy Istenem, szabadíts ki innen, hogy csak ebből valahogy, valamilyen úton, módon. És volt egy ilyen utolsó... elkergetett, elmenekültem. És akkor már nem mentem vissza. Elmentem egy panzióba, fölkerestem egy ügyvédet, hát az ügyvédnek mondtam, hogy mi a helyzet, ki vagyok, milyen életet élek. Azt mondta, hogy hát igazából sok esélyem nincsen. Már a gyerekelhelyezési... Igen, gyerekelhelyezés. Ja igen, azt elfejtettem mondani. Mm-hmm. Igen, egy gyerekelhelyezést szerettem volna. De közben volna. Drogoztál végig, és... Hát végig drogoztam. Mm-hmm. Tehát amikor onnan tőle eljöttem, akkor végig drogoztam. Összeismerkedtem, nagyon könnyen ismerkedtem. Tehát abszolút bementem egy kocsmába inni, már megtaláltak mindenki igazából, hozták a drogot.
tehát mindig, valahogy mindig vonzottam ezeket a figurákat. És igen, végig drogoztam azt az egész, bár tartottam attól, hogy a gyerekelhelyezési pernél esetleg teszt lesz, úgyhogy azt is igyekeztem a tárgyalás előtti egy hónapban már nem csinálni. És akkor így keveredtem, tehát volt egy jó barátom, aki végig igazából telefonon keresztül mindig végigkísérte tulajdonképpen az életemet. Azóta már ő is megtért, dicsőség Istennek. És neki panaszkodtam, hogy hát ez is ez a helyzet, itt vagyok, tehát súlyos alkoholista voltam, tehát abszolút napi szint, a kocsiba úgy nem ültem be, hogy ne igyak. Plusz a drogok. Plusz a drog. Szexfüggés. És a gyógyszer. Hát a szex is abszolút. Tehát pornofüggő minden. Is voltál? Igen, igen. Tehát igen. Ez azt értjük ez alatt, hogy ez mindennapos, erre szükséged volt ahhoz, így van. Tehát ez már gyötrésképpen volt, tehát szinte már gyötörtek ezek, tehát tényleg, tehát ez már nem kellemes érzés volt, hanem egy gyötrés. És akkor ez az ismerősöm, ez a barátom mondta, hogy neki van egy gyerekkori barátnője, és az ő férje ügyvéd, konkrétan a Szabó Patrikról van szó, és hogy beszél vele, hogy esetleg tudna segíteni nekem. Hát lehúztam megint vagy négy ilyen kis ezt az egydekás italt, tehát mindig ittam. És vártam a telefont, hogy jobban mondom, én fölhívtam a Patrikot, és elmondtam neki, hogy ez és ez a helyzet, mondta, hogy akkor menjek be, elmondtam neki is, nem szépítve, hogy milyen háttérből, ki vagyok, mik lehetnek az exem kezébe, arról is szó volt, hogy felvételei vannak, tehát valóban volt rá példa, hogy felvette, hogy más férfiakkal voltam, Szali, tehát mindent elmondtam. Tehát, hogy a bíróságon tudjon zsarolni? Igen, emiatt. így van. Sőt, tehát igazából nem volt mit tagadnom, mert a munkáltatói papírjai, minden ott volt a lakásban, ugye én meg ott hagytam mindent. És a Patrik mondta, hogy végighallgatott, és azt mondta, hogy egy módon tudjuk ezt megnyerni, ezt a pert, hogyha csak Jézussal. És hogy mit szólok ehhez. És igazság szerint én már nem is nagyon haboztam. Tehát én már tényleg azt éreztem, hogy innen már hova tovább, tehát ennél lejjebb, ennél rosszabb helyzetbe már nem tudok kerülni. Úgyhogy mondtam, hogy jó, hogy akkor megtérek. Elmondtam ott a megtérő imát az irodába vele, és a következő istentiszteletre lejöttem, de mikor már a megtérésre hívtak, hát olyan volt bennem, mint egy rakéta, tehát egyszerűen alig bírtam a helyemen maradni, tehát olyan szinten, szinte az volt bennem, hogy föllökök mindenkit, és szaladok ki. Milyen volt ennyi év után megjelenni a Híd gyülekezetébe, ahol... Nem érdekelt. Nem érdekelt? Egyáltalán nem érdekeltek jöttél. Az emberek. Jézushoz jöttél. Tehát abszolút Istenhez. Uh-huh. Tehát engem már ember nem érdekelt, uh-huh. Senki. Volt is ezzel egyébként problémám. Tehát olyan szinten torz volt a személyiségem, hogy ilyen kedvesen szóltak hozzám, és azt vettem észre magam, hogy már hagyd már abba, ne szólj hozzám, nem érdekeltek, annyira zavartak az emberek. És kimentem, megtértem. Hogy megtértél? Hát elmondtam a megtérőimát. Szerintem az életem legboldogabb napja volt. Tehát úgy éreztem, hogy ez az, hát miért nem előbb, hogy... Bocsánat, ez... Bűnbocsánatot megtapasztaltad? Ott a helyszínen. Igen, megtapasztaltam a bűn, meg tehát egyszerűen nem tudom elmondani, tehát tényleg az életem legboldogabb napja volt, feledhetetlen élmény, és hát nehéz volt, tehát hazamentem, az volt az első, ugye, hogy egy albérletet kerestem, nagyon szerencsém volt, mert olyan, abba is szerencsém volt már, mert olyan albérletet sikerült találni, ami minden berendezéssel, tányér, pohár, abszolút ilyen, tehát minden volt. Hát nehéz volt az elején, tehát az, hogy ez az egyedüllét, tehát nekem az volt, ami nagyon nehéz volt,
Hát ha nem lettek volna mellettem, tényleg, tehát Isten még erről is gondoskodott, hogy olyan emberek... Halleluja. Halleluja. Megszabadította az Úr, Anni. Így van, ámen. Csak hogy úgy tódul föl bennem a hála, hogy nem tudok beszélni. Tehát tényleg, hogy olyan emberek, nem sok, tehát tényleg annyira mellettem álltak, hogy nem értettem, tehát úgy éreztem, hogy nem is értettem, hogy miért ilyen kedvesek, miért szeretnek, miért foglalkoznak vele. Tehát konkrétan itt a Patrik meg a családjáról igen. van szó. Mert, hát Patrik is, Kati is, nagyon együttérző emberek, innen is köszönjük nekik a együttérző szívüket, amit ők is az Úrtól kaptak, de nagyon jó, hogy a gyülekezetben nagyon sok ilyen ember, sok ilyen, és reméljük egyre több ilyen életmentő szeretettel megáld minket az Isten. Amen. És hogy folytatódott akkor a Krisztus testébe való integrálódásod? Hát ez volt a legnehezebb, uh-huh. de viszont akkora kegyelmet éreztem, tehát annyira erős volt az Isten jelenlét az életemen, tehát csak egy szó, vagy tehát bármi, tényleg csak rá gondoltam, olyan szinten csordultig teltem vele, hogy ez, tehát mindig vitt tovább. Hát egy kérdésem lenne, hogy amikor ezekben a napokban Isten érezted a bűnbocsánatot, nyilván bűnbánatra jutottál előtte, hogy az a sok embernek, akinek kárt okoztál, mert lássuk be, hogy az sok, hogy ezeket hogy tudtad feldolgozni akkor, hogy a gyerekeid, szüleid, egyáltalán akiket így vagy úgy, de megkárosítottál, ezek hogyan kerültek feldolgozásra? Olyan erős hitem lett, tehát annyira valóságos volt Isten személy az életembe, hogy én nem próbáltam görcsölni. Tehát én abszolút nem foglalkoztam. Mindent rátettem az Úrra. Tehát szó szerint mindent. Olyan hittel és annyira reménykedve néztem nem gondolkoztam ezen, hogy ezt nekem kéne megoldanom. Nem erre gondoltam, csak hogy a bűnbánat az azért... Hát abszolút, na. Tehát jó. Az csak hogy erre kíváncsi vagyok, hogy abszolút. Dolgozott. Tehát ez... Azonnal magamhoz vettem a fiamat, uh-huh. tehát ő jött is, tehát ő tudtam, hogy ő vele nehéz lesz. Tehát ő most már 20 éves, és tehát akkor volt ugye 16 éves, 15, voltak surlódások, tehát azért nehéz, rögös út volt, uh-huh. ugye, hogy az ő lelke, hogy tudta ezt feldolgozni. Most már azt tudom mondani, hogy talán a 4 év alatt tettem annyit le ő elé, az Úr által, hogy érzem, hogy bízik bennem. Tehát nem bízott abszolút a gyerekben, nem félt. Folyton, tehát nem hitt el, hogy szeretem. Most érzem azt, hogy ez áttört, hogy tényleg bízik bennem, hogy ott van a szeretet, tehát hogy érzi, tudja, hogy szeretem. De azért, tehát 4 évbe beletelt, és nyilván azok a sérelmek, azt majd akkor fogja, ő is akkor fog meggyógyulni igazán, hogyha elfogadja ő is Jézust megváltóként. De azt is hiszem, hogy nem sokára meg lesz. Így van. Elkezdtél dolgozni? Igen, elkezdtem dolgozni. Közben ugye folyt a per, elmentem, hát máshova nem vettek fel, ugye takarítani elmentem. Ha milyen érzés volt takarítani egy ilyen hedonista élet után? Tehát én olyan örömmel takarítottam, mert nem tudom, úgy éreztem, hogy ezzel valamit vissza tudok adni Istennek. Tehát valahogy hülyeség tudom, meg nyilván sem, tehát nem tudjuk meghálálni. De valahogy, tehát ezt egy ilyen nagyon nagy hálából. Aztán elmentem idős gondozónak, tehát ilyen olyan munkákat, amik tényleg szándékosan is. Tehát hogy megalázd neki. Magad. Igen, igen, igen. És közben folyt ugye a per. Hát az is egy csoda volt egyébként, tehát az egy hihetetlen harc volt, mert első fokon a bíróság egyébként neki ítélte a kislányt,
És akkor a lakást visszatudtam, mert ugye az én lakásomban laktak, ami egy örök lakás volt, tehát én laktam ugye albérletben, meg itt ott, ahol hát végül már csak albérletben, és visszakaptam ugye a lakásomat, kiköltözött belőle a volt élettársam, viszont tehát ezek a láthatások, meg amit a bíróság engedélyezett, hogy két hetente, hétvégenként, tehát ez borzalmas rettegés volt mindig, tehát soha nem mentem oda egyedül, először a családtagok kísértek el, aztán azok is azt mondták, hogy nem, mert elég durva találkozások, tehát mindig leköpdösött, aztán inzultálta azokat, akikkel mentem épp, utána fizettem azért, hogy elkísérjenek testőrök, vagy tehát rettentően féltem tőle, rettentően. De ez is egyébként Istennek a csodája, hogy ez is megváltozott, mert ahogy megtértem, és visszakaptam a kislányt, másodfokon nekem ítélte a bíróság. Hát egy hatalmas győzelem volt egyébként, tehát ott olyan Istennek a szelleme annyira jelen volt, hogy hát ott is abszolút zokogtam. Tehát ez egy akkora győzelem volt, és akkora harc volt mögötte is, szellemi harc, hogy hihetetlen volt. Visszakaptam a kislányt, és most már ott tartunk, hogy ő, az ex, már fölnéz rám. Tehát most már odáig jutottunk, hogy ő nagyon becsüli azt, hogy ő ismert tényleg igazán, hogy ki voltam, miféle mocsadék, nem lehet mit mondani, mekkora aljas, és ezt nagyon becsüli. Tehát most már itt tartunk, abszolút nem zaklat, néha rám ír, hogy esetleg nagyon szépen kér, hogy esetleg hagy egy fotót a kislányról, vagy... Úgyhogy ezt is lerendezte. Azt elmondhatjuk szerinted, hogy egyszer én is elkísérhettelek egy ilyen találkozóra. Igen. Vele is. Igen. És nagyon jól válaszolt az evangéliumra, tehát elmondta ő is a megtérő imát. Viszont egy hosszabb folyamat az ő sorsába is, de neki is nagyon kívánjuk, hogy Isten őt is helyreállítsa. Igen. De még arra szeretnék kitérni egy pillanatra, hogy amikor 10 évig jártál a gyülekezetbe legelőször. Igen. És amikor most jársz a gyülekezetbe, az igazi, tehát valóságos megtérés, hogy ezt a különbséget, ezt emeljük már ki, hogy milyen betöltekezni a Szent Szellemmel neked, és hogy milyen volt az akkor, mi hiányzott akkor, mi ez, amiben most vagy, micsoda különbség ez? Ha lehet erre bármilyen szavakkal ezt megfogalmazni. Hát most, hogy megtértem, most tudom azt, hogy mi a különbség nyilván. Tehát nem volt abszolút személyes kapcsolatom, nem volt Istennel. Akkor nem voltál megtérve. Akkor ezek szerint nem. Igen. Erkölcsös életet éltél. Igen, tehát vettem a Szent Szellemet, imádkoztam, uh-huh. De soha nem törekedtem, tehát így most visszagondolva, soha nem törekedtem arra, hogy én személyesen megismerjem Jézus Krisztus. Akkor az imádkozások azok inkább ilyen kötelesség, vagy szabályos van, dolgoknak. És minden a férje, tehát nekem az volt a lényege, hogy a férjem megmaradjon. Tehát én magammal abszolút nem foglalkoztam, tehát én nem éreztem szükségét annak, hogy az én életembe nem volt rá vágyam talán. Tehát nekem abszolút, ezért is tudtam elesni rögtön, tehát ezért nem tudtam megállni, mert én nekem személyes szükségemnek nem éreztem azt, hogy én megismerjem. Tehát nem volt az, hogy hittel kértél imád, hogy tegyék rá a kezüket a fejedre. Nagyon érdekes, mert volt, de tehát nem tudtam, volt hitem, meg imádkoztam, de... Személytelen volt, abszolút. Érdekes. Tehát most már nem az az elsődleges célom, hogy betöltekezzek, és akkor vigadozzak meg, mit tudom én, hanem hogy személyesen ismerjem még jobban, még erősebben az Urat, és ezáltal jön ugye a kenet is, és a... És más az imád is feltételezem meg. Hát abszolút. Teljesen valóságos. Tehát most valóságosan azt tudom mondani, hogy megismertem Jézus Krisztust. Átadtad az életed, a szívedet, mindenedet neki? Mindenemet. Dicsőség az Úrnak. Mindenemet. Hát. Tehát most már tőle vagyok függő, de ezt kérem is, hogy tényleg függjek tőle, hogy és mindig lángoljak. Tehát nem akarom azt, hogy ellaposodjon, hanem mindig. Itt eszembe jutott egy ige, amikor elkezdtünk az elején beszélgetni,
amikor az 51-es Zsoltárban Dávid kéri az Urat, hogy tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és ez erős szellemet újíts meg bennem, nevessel engem a te orcád elől, és a te szent szellemedet nevedd el tőlem, add vissza nekem a te szabadításodnak örömét, és az engedelmesség szellemével támogass engem, hadd tanítsam a bűnöseket a te utaidra, hogy a vétkezők megtérjenek te hozzád. Amen. Csak idáig azért, mert az jutott eszembe, hogy miért van mindez, és ha jól tudom, volt egy álmod még kint a féktelen életed közben. Igen. Azt megtudhatjuk? Nem gondoltam, hogy elmondom így, de akkor most már elmondom, hogy rákezdik. Én sem gondoltam, hogy meg fogom kérdezni. Igen, tök érdekes, mert hát abszolút, tehát a környezet, amiben voltam, ugye ez is egy puffba volt, és arra keltem, ez egy ilyen félálomszerű élmény, hogy zokogok. És annyira valóságos volt, hogy hirdetem Isten evangéliumát, tényleg börtönben voltam konkrétan. És hirdetem azt, hogy Jézus Krisztus él, és tudom, hogy zokog. Tehát arra keltem föl, hogy zokog. Rab voltál, vagy szolgáló? Szolgáló. És kívülről jöttél be, kívülről hogy hirdesd a foglyoknak a szabadulást. Így van. Így ez van. Teljesen igei, Jézus és a foglyoknak a szabadulást jött hirdetni. És hát volt egy ilyen álmod, ez ugye még a megtérésed előtt. Abszolút a megtérésem évekkel. Előtt, tehát több évvel a megtérésem előtt. De benned maradt. Előtt. Nagyon bennem maradt. Ez nagyon bennem maradt, és ezt nem is mertem senkinek elmondani. Te vagy a második ember, de most már jó sokan meghagyják. Igen. Nincs is mit szégyelni ezen. Nem az, hogy szégyellem, hát, csak ugye ez egy olyan intim dolog, nem tudom. Hát de hamarosan hát valóra válhat, mert számítunk rád a börtön misszióban, mint női szolgáló és a hölgyek felé, akik foglyok, akik most még rabok, vagy akár alvilági olyan hölgyek, vagy akár csak olyan hölgyek, akik olyan szorult helyzetbe kerültek fogságba és rabságba, drogból, alkoholból, bármilyen szexuális devianciákból, bármi ezek felé, te nagyon nyitott vagy szolgálni, ha jól tudom. Abszolút. Igen, nagyon szívesen. És ez az ige, amit itt a végén felolvastunk az előbb, hogy a bűnöseket a megtérésre vezetni, mert hát végülis hogy mondja a másik Zsoltár, hogy nem halok meg, ha nem élek azért, hogy hirdethessem a te csoda dolgaidat, és hát a te életed is egy hatalmas csoda által szabadultál meg abból a rabságból, abból a hát féktelen és elképesztő, hogy milyen hullámokon menti keresztül, még hallani is. Hát én sem svájci intézetben nevelkedtem, de azért nekem is ez durva volt hallani, hogy mi mindenem menti keresztül, holott tudom, hogy van ilyen, de még így nem beszélgettem ilyen módon, olyan mélyen erről a témáról. Én nagyon-nagyon köszönöm neked, hogy egyrészt, hogy elfogadtad a meghívást, hogy ilyen őszintén mertél is tudtál beszélni arról, hogy miből szabadított meg téged Isten, és nagyon bízom benne, hogy rengeteg embernek lesz ez egy olyan felkiáltójel, egyrészt Isten jóságáról, hogy nincs benne semmi sötétség, hogy a legsárosabb fertőből is kivesz, és másrészt, hogy akik billegnek, vagy valamilyen olyan vallásos és felszínes kapcsolatban vannak, nem is felszínes kapcsolat, egyáltalán nincsenek kapcsolatban Istennel azoknak, hogy egy nagyon nagy felkiáltójel, hogy de lehet, és lehet váltani egy őszinte megtört szívvel Isten elé állni, és segítségül hívni, hogy egy személyes kapcsolat, egy egyéni, semmihez nem hasonlítható, egy intim, őszinte és szeretetteljes viszony alakulhasson ki Isten és mi közöttünk, és talán, hogyha a hallgatók közt is van olyan, aki esetlegesen bármelyik szenvedélybetegségben, bármilyen a mai adás alkalmával említett rabságban szenved, vagy akár csak kísérti az ördög ezekkel a devianciákkal, vagy bűnökkel. De arra kérlek, hogy most mondjunk el együtt egy imát, a kedves hallgatóim tartsanak velem ebbe az imába. Ez egy megtérő ima, amivel bocsánatot kérünk Istentől, és segítségül hívjuk az ő nevét, hogy beköltözzön a szívünkbe, és egy valóságos megtérésre jussunk a bűnöktől elfordulva, és odafordulva az élő Istenhez, akit lehet követni, aki személyesen akarja fogni a kezünket, és nem pedig egy ilyen valami elvont történetről van szó. Úgyhogy kérlek, hogy mondjátok ezt az imát el velem. Mennyei édesatyám, az Úr Jézus Krisztus nevében jövök eléd,
és köszönöm neked, hogy hallhattam a te igédet, az igazságot, hogy te emberré lettél, meghaltál értem, a bűneim bocsánatát megszerezted a Golgotai kereszten, a helyettesítő áldozatot te mutattad be, én értem, hogy a te véred eltörölje a világ bűneit. Köszönöm neked, hogy feltámadtál harmadnapon. Köszönöm neked, hogy örök életet adtál nekem, és én minden bűnömet megbánom, úgy állok eléd, hogy kérlek téged, bocsáss meg minden bűnömet. Kérlek téged, hogy költözz az én szívembe, hogy valóságosan vezess engem el minden igazságra, a teljes valóságba, hogy szolgálhassalak, hogy teremts tiszta szíved bennem, hogy következselek téged, hogy megláthassalak téged azon a napon, amikor visszajössz az igazakért. Köszönöm neked, hogy felírtad a nevemet az élők könyvébe. Hálás vagyok neked a szabadításodért. Kérlek, költözz a szívembe, mint gyógyítóm, mint Istenem, mint királyom és uralkodom. Hálás vagyok, kedves Szent Szellem, hogy a testemet átadhatom neked, hogy a te templomod legyen az. Köszönöm neked, hogy meghallgatsz engem, szeretlek téged teljes szívemből, teljes lelkemből, teljes elmémből és minden erőmből az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen. Amen. Halleluja. Köszönöm, Ani, hogy eljöttél a stúdióba, és hálásak vagyunk azért, hogy megosztottad őszintén az életedet, a sorsodat, mi velünk annak történetét. Köszönöm én is, hogy itt lehettem. Sziasztok!